Isti! Na sziasztok srácok, itt a következő Need for Speed Carbon gameplayünkben! Fat Boys! You already know! Itt vagyunk srácok! Az utolsó szektorért elindul a küzdelem. Nikki szigorúan 2K-val lett az én társam, átvettem őt, igen, ő egy drafter, gyakorlatilag a cutscene-be lett ő lehetőségként, mint crewmemberként, ugye ezt nem vártuk meg, nem néztük meg. Úgyhogy drafter van Ford GT-vel, és próbáltam tuningolni az autót, de azt írja, hogy föl van, tehát hogy megfelelő állapotban van a kocsi ehhez a történethez. Itt nincsen drift már, srácok. Úgyhogy kezdjük mondjuk ezzel a speed trap-el. Na most turbót kapott még az autó a Porsche, ez is kimaradt a videóból, de tök mindegy. A legjobb pro, vagy mit tudom, milyen street cumo. Így nézünk ki, kíváncsi leszek srácok. Azt mondtátok pár igen, amikor elkezdtem ezzel a játékot játszani, hogy a vége felé elkezd heredcsavaros lenni a történet. Kiderül szerint, és úgy emlékszem, hogy ez az utolsó szektor, ez elég nehéznek számít. Na nézzük a versenyt, srácok. Oké. Okay. Kicsit levettem a hangerőt. Tudjátok, jó, ilyenkor én úgy játszok ezzel a játékkal, hogy nem játszottam vele. Nyilvánvalóan, amióta videót vettem belőle, ott azt levágjuk. Úgyhogy fura még az irányítás ilyenkor mindig, meg ugye az autó fizikája. Hoppá! Jön a izé. Nagyon jó, nagyon jó. Ott vagyunk szorosan második helyen, nagyon fasza. Most nincs nitronk, az van. Igen, az egyenes végén lesz a speed trap. Elküldjük mindenünket, ami van. És második helyen még mindig Stone, a kő. Kő az első helyen. Volt ugye magyar énekes, ahol van csillag születik, vagy nem tudom mibe. Oké, az szerintem lassú volt. Harmadik helyre vissza. Lehet, hogy jön az a herecsavarás, amit mondtok. Trond az első. Remek. Remek. Hát ez nagyon lassú. Ez nagyon lassú, vissza fogunk esni szépen, azt tuti. És nem, az első helyen vagyunk, jól látom. Beszarok, pedig ez nagyon lassúnak éreztem. Jó, a kigyorsításból. Szigorúan, nagyon jó. Ez most éreztem, hogy jó volt, oké. A nitro hagy töltődjön fel van maxon, nagyon jó. Rendőröket leszarjuk, ugye elvileg jönnek, de nem érdekel minket. Ej, de szoros! Szar ez a szitu! Áh, 182, jó az szerintem. Aztán mindjárt kiderül, hogy nem annyira volt az jó. 1143 km per óra. Ott lehetett volna vágni nagyon faszán. De nem ismerem még ezt a környéket. Erre ránitrózunk, mert tudunk. Jó hosszú ez a verseny. Nagyon jó az a Porsche, srácok. Elképesztő jó az a kocsi. Megvan. Ja, Niki nyert végül, nem én. De nem baj, ezért alkalmazom. Csak azért nyertünk, mert ő volt ott. De valami nem volt túl sok, de basszus, az a baj, mindig a zöldre gondolnám azt, hogy az vagyok én, az a kirívóbb szín. A kék az annyira mindenhol előkerül ebben a játékban, nézzük, az a loading izé is kék színű. Azt gondolnám, hogy az a társam, de nem. Jön egy hatalmas rost újra. Hú, de fel fognak égetni. Na, jó van, a Saurit azt szívesen lenyúlnám majd tőle egyébként, hogyha végeztünk. Oh, ja, figyelj, haver, szétkaplak majd téged a versenyen, a kanyonban. Ah, nem fogok repelni, megteszik helyettem mások. Úristen, srácok! Ezek a demók! Mindjárt izé, várjál, mindjárt kész habzani a szám, haver. Úristen, fú, ezek azért elég kellemetlenek amúgy, most viccen kívül mondom, ezek nagyon kellemetlenek. Na nem baj, World Map-et ezt megnyerte nekem Niki, ugye gyakorlatilag közön nem volt az egészhez, ezt akkor checkpoint. Az ugye az lesz, hogy egyedül megyünk, úgyhogy gyakorlatilag lesz időnk beszélgetni közben, bőven pick. Let's go, szerintem ennek nem kéne problémának lennie itt. Szar rajt, nem baj. Látom, itt el fog majd jönni egyszer, ahogy nézem. Na most... Srácok, nagyon örülök neki egyébként, ennyire tetszik ez a sorozat. Tehát, hogy nagyon sokan írjátok egyébként, hogy mikor lesz már Carbon, azt folytasd, Carbon, stb. És ez tök jó dolog alapvetően, mert ez egy baromi régi játék. Hoppá!
Az, az, megvan az. Ez egy baromi régi játék, és hogy ennyi ember, ennyi ötökben így benne maradt ez a játék, hogy... Hogy tényleg ez egy jó cucc volt, stb. Ez egy nagyon fasz a pozitív dolog nekem. Úgyhogy mindenképpen várható a jövőben még hasonló tartalom is egyébként régi nagyon kult játékokból, mert látom, hogy közös az érdeklődés nagyon. Hát itt arra kellett volna menni, ezt nem is... ezt elszartam. Nem baj, belefér az időbe bőven. Ki a szart érdekel, bőven jó az. Ez egy csúnya volt. Oké. Úgyhogy valószínűleg a Most Wanted is lesz játszva egyébként. Látom a kommentekben, hogy szeretitek. Alapból én a Most Wanted-ot egyébként jobban szerettem, mint a Carbont, mindig is. Azért vettem elő a Carbont inkább, mert ugye alapból ez egy játszható, még epizódból nőtte ki magát ez a végigjátszás. Hogy vette azt a kanyart? Azért is vettem ezt elő, mert ezzel kevesebbet játszottam fiatalon is. Meg hát ugye volt gyakorlatilag videó vagy stream, ugye voltak a Most Wanted-ből annó. De szerintem el fogjuk kezdeni újra, srácok, hasonló sebességgel. Írtatok azt, hogy miért ilyen ritkán rakok ki részeket? Azért, srácok, hogy ne unjátok meg. Most gondoljátok bele, hogy egymás után le lenne darálva mondjuk, mit tudom, 4-5 nap alatt egy ilyen játék. Hát 30 nap már nem érdekelne senkit se. Tehát legyen egy kis várakozás rá. Meg amúgy én nem vagyok az, aki sokat szeret játszani egy játékkal egy húzamba, megmondom őszintén. Tehát én ezt egy segre például végig nem tudnám játszani ezt a játékot. Max, nagyon kéne, de... Nem azért, mert igazából megunom, de nem a játék hibája, én ilyen hülyen vagyok összedrótozva sajnos. Ilyen szempontból. Úgyhogy ezért van ez, hogy kell várni ugye részekre. Egyszer volt olyan azt, hogy két részt vettem fel egymás után így elég gyorsan. De most gyakorlatilag akkor ment ki az utolsó, ugye az ezelőtti rész, amikor utoljára játszottam vele. Azóta nem nyúltam ez a játékhoz hozzá. Szeretem én is mindig egy ilyen friss mindsettel hozzáülni, nem tudom, valahogy nem szeretek sok időt belerakni egy játékba egyhuzamban. Elég sima ez a verseny. A verseny, hát speed vagy time, nem tudom, itt is lehetett volna menni jobbra. Itt jó sok levágás van ezen a részen. Az nem fog átmenni ott, ez nem Forza Horizon, igen. Ezért van nitronk. Ezért is. De jó durva nitro van már be a kocsiba. És itt a vége, meg is van. Nem volt probléma vele, srácok. Egyelőre a herecsavarás elmarad, még rendben vannak a golyóim. Menjünk tovább, 20 000 dollár nyílt ezzel ki. Kíváncsiuk, hogy mi lesz itt a herecsavarás, lehet, hogy a vége. Kinyílt a Toyota Supra! Supra! Oké, megyek rá, srácok, nem érdekel, leszarom! Megtámadták az egyik szektorunkat. Védjük meg. Védjük meg, biztos, ami ziher. Nem tudom, hogy én számít-e ilyenkor valamit amúgy, hogy az nem az enyém ebbe a... Szerintem nem egyébként, mindegy. Legyen a miénk, utána srácok rámegyünk a Suprára, jó? Tehát egyértelmű. Egyértelmű, srácok. Na. Jó, fos rajtal indulunk. Jaj, ez speed trap. Arra nem volt szó. Otto az első. Elfogyott a nitró. Most elvég... Aha, ott az ránitrózott sajnos, mindegy. Niki elég jól nyomja, hál' Istennek. Jó volt őt alkalmazni. És le az LA Riverbe gyakorlatilag. Úristen, hogy rászkódik. A kép. De megint csak harmadik vagyok, öcsém. Hogy gyere, draftolj nekem, baby. De... És így... Kilök, vágjátok? Jaj, de jó! És ide jó fej! Ide jön draftolni, hát ez kemény azért. Jó, hát közöm nincs egyébként, de utolsó valahol vagyok. De azt hallod, ilyenkor... Jézusom, de meg kell szokni ezt a draftingot, ilyenkor... Totálisan ilyen mágneses vonzásba kerülök egyébként mögötte. Nagyon kemény, srácok. Nyilván már szarom is le ezt a versenyt egyébként, nyugodtan vegyék át a felügyeletet azon a izén, én ezt nem érdekel, cancel, nem, continue, nem érdekel. Most az övéké gondolom akkor az a szektor, ugye? Nem is az övéké, mert ott kit érdekel akkor, jó, rendben. Akkor world map vissza, mert most azon csak a Supra jár az eszembe, tehát hogy maradjunk annyiba, tehát hogy nem... Ezt nem fogom elmismásolni, hogy tényleg erről van szó.
De nem activate GPS, mi a szarnak aktiválnám a GPS-t, menjünk oda. Tehát jump to Carlat. Minek gurulnék oda, srácok? Hogyha van lehetőségem oda menni. Na nézzük! Figyelj! Are you ready? Ott van! Úristen, hallod? Alig maradt pénzem, srácok! Azt a rohadt életbe, de hát mi nyilván megvesztjük, hát ne szórakozzál. Azt a rohadt életbe. El kéne adni a Porsét. Az fog történni. Oké? Okay. Megvettük. Jó. Oké. Okay. Én szétadom! Nyilván narancsárga lesz, ugye? Maradjunk. De nem is kérdés. Nem is volt kérdés, hogy milyen színe lesz. Úristen, de adom ezt a formát, te jó Isten, jó? Szépen álljunk meg, jump to safe house, oké. Okay. És eladjuk a Porsét. Kíváncsiuk mennyiért megy el majd amúgy, mennyit tudjuk eladni. Akkor car select, gondolom itt lesz valahol. Cayman. 75 ezeret ér. Az nagyon jó egyébként, a 75 ezer. De a Clio-t is el lehet adni, sőt az RX-8-at is. Jó fia, eladjuk az RX-8-at. De nem most... Akkor car select még egyszer. Hogy kell ezt csinálni? Carrier... Sell car. Eladtuk. Eladjuk a Clio-t is. Úgy. És a Porsche-t eladjam-e? Öcsém, hát handlingben mennyivel jobb már most a izé? A Supra? Uram, atyám. Jó, eladjuk, srácok, kész. Izé. Nagy világ van, eladtuk. És 79 ezrünk van csak összvíz, csak mondom. Úgyhogy a customization, és akkor performance, és akkor szépen rakhatunk bele mindent. Ugye tires, pro package. Mindenképpen megy vele. Igen. Nitroból a pro package egyértelműen kell bele. Váltóból a street package. Jó drága, az 20 ezerbe kerül. Nagyon sokat dob rajta. És akkor megnézzük azt, hogy kimegyünk, és akkor shopping cart. És marad egy csomó pénzünk, hál' Istennek. Úgyhogy mi fog történni? Bizonyám. Customizoljuk a külsejét is, mint a picsa. Na, aftermarket, nézzük, mik vannak itt. Body kit szintem. Figyelj, egyes. Kettes. Hármas. Négyes. Egyik rondább, mint a másik, srácok. Jó, akkor ez majd lehet, hogy az autoszkúptam, majd próbálkozunk valamit. Ilyeneket nem akarok. A gyári spoilert se szedjük le, mert... minek, srácok? Annyi jól néz ki a gyári spoiler, szerintem, hogy nem igaz. Viszont a felni az mindenképpen, mert hát ez nem... Úgyhogy valami jót. Chain size, nyilván 21-es. Úgy-úgy, asztról a térbe. Nem tudom. Ilyen izét tudnék elképzelni rá. Ilyen sok küllőset. Ez nem rossz, de ilyen nagyon sok küllőset. Szinte ilyen BBS-es. Az Ozi, ez jó, ez az Ozi, ez a mániá még, ez volt azt hiszem a izén is, a Renault is. Ú, ez jó. Nyilván azokat nézem csak meg, amik nyitva is vannak. Giovanna Brake. Giovanna Jello. HR-e. Enforced Marquis. König Blatant. König Image. Na, ilyesmire gondolok. BBS GT. Igazából az a BBS, ami mindig előjön egyébként. BBS RK. Centerline India. Nagyon jók vannak egyébként. BBS, leszarom. BBS RS GT. Vagy GT. Na GT vagy RS. Legyen a BBS. Jó. Na, 2000, de olyan, hogy ilyen olcsó lenne. Oké, és akkor szín. Lehetve, hát nézzük ezt az autoszkóptot, hogy most így front bumperre, miket lehet csinálni, stag. Nem tudom, srácok, nem tetszenek. Ó, úristen! Az utolsó, amit talán nem... Atyaisten, ez mi? Jó, marad gyári, srácok, a külalak nem érdekel. Na, visuals viszont, akkor paint. Mik vannak itt nekünk? Van ilyen... Nem is változik, ja, de így jó, gyönyörű. Na, várjatok. Candy paint, hát nyilván nem, jó legyen.
Ilyen metallic, metallic nincsen? Akkor legyen gloss, az kész. Na várjál. Mire elérünk odáig, így a nap lemegy. Valami... Uh-huh. Ronda, mint a bánat. Kurva ronda. Candy. Nem tudom, se csak ronda, nem? Így menjünk át a pirosba már. Hát de nem találom azt az ekte narancssárgát. Ez mik ezek a színek? Tehát ez például hol olyan sötét, mint a kocsin? Tehát ez hol az a szín, mint ami ott van fönt? Fúj, de undorító, ilyen kávé. Hát... ez kezd olyan lenni, de... nem tudom, nem tudom, valahogy nincs meg az a... vagy nincs meg az a vibráló narancssárga, nem? Benne. Nem tudom, valahogy olyan... esetleg így már egy kicsit. Nehéz belőni, melyik szín az amúgy baromira. Hát, ez valami olyasmi lesz. És akkor ez mondjuk ilyen matba, hát ronda. Tén candy. Ez még jobban csillog. Ilyen nyúlós, olyan, nem tudom, gloss. Világosan én semmiképpen se akarok rajta. Hát pedig ez lesz az a narancs inkább. Nehéz eltalálni, hogy melyik, most miért ment a izére. Rosszat nyomtam. Showcase. Ja, mert ezt akartam már. Jó, mi ez lesz, aztán ennyi. Hát most nem tudok jobbat. Jó? Wheel paint. Metallic. Tudom, hogy ilyen chrome izért nem lehet. Mi nincsen chrome felni? De legyen a gyári rajta, az kész. Window tint mindenképpen. És a Dark Black még mindig is itt van, bakker! Legyen Light Black, az kész, nem tudok jobbat. Right Height! Na nézzük, mennyire legyen ültetve. Hát így ilyen szigorúan, ilyen kis okosan, jó. Na jó, így nézünk ki végül. Nyílni fognak ki hozzá a partok. De jól néz ki a kocsi szerintem nagyon. Nézzük meg, hogy mit tud az utakon. Na ugye, ez, megint kiléptem a karrierből, nagyszerű. Ezt minden egyes videóban eljátszom egyszer. Na, world map, baby. Akkor mondjuk itt az alsó részt csináljuk meg. Speechrabből baromi sok van. Úristen, az a checkpoint, srácok. Speechrabből rengeteg van ebben az északi részem. Na nem baj, hát állok elébe, ezzel nem, nincs probléma, nem fogok én beszarni ettől. Csak mondom, hogy azért speechrab az van. In a tight pursuit, nem nagyon van tight pursuit ebben a játékban. Na, tök jó, végre jön a Supra, szétadom. Bár az a baj, ezek a karosszíri elemek, srácok, valami borzasztó rondák. Tehát ezek a lökös, meg így néz ki gyárilag szépen jól. Még a rajta majd még kell majd okoskodni. Úristen, mennyire jobban irányítható az autó, tényleg így be tudod terelni. A Clio volt talán ilyen. Egyel elég szenvedős a verseny. Ú, basszus. A Subaru-val az emberünk. Ja, és a speech-re, basszus, azt mondom, hogy sprint vagyok, nem tudom, hogy elfelejtem. Nyilván csak így a harmadik helyre volt elég. Még meg kell szokni az autót, le kellett volna vágni. Jaj, ne, Niki, az... fúha, ez nagyon nem oké, és egyre ez a verseny, amit nyomunk.
Na, de jókor jöttél meg. Na, jönnek a zsaruk. Jézusom! Jézusom! Ez egy kicsit beteg így, nem? Úristen, az a versenyvonal. Az első az már hol van? Ó, de nem figyelek én már oda. Fú, de le vagyunk maradva, azt a rohadt életbe. Hát de ilyenkor hogyan? Ez olyan, ez nem, ide nem jó, ide nagyon nem jó ez a drafter dolog, erre a pályára. Hát hallod, utolsó a csaj, én is az vagyok, van még három, kezdjük újra, jó? Tehát ez fölösleges is tovább nyomni. Fú, öcsém, itt nagyon szar az ő képessége, tehát alapból gyorsít, ez tök jó, csak basszus, itt kanyarog az egész. Na jó, rajt. Azt kéne valahogy elérni, hogy már egyből az elején az érretől tudjunk törni. És ne tartson föl senki. Erre fogok most rámenni. Úristen, de szarul megyek már megint. Á, Istenem, ez mi előttem? Restart. Öcsém, mi a szar volt az előttem? Egy betontömb, vagy mi? Meg kéne szokni az autót, azzal is szenvedünk még szerintem egyre kicsit, hogy fura... Na... Jó. Most egész jól rajtoltunk, azt gondolom. Nagyon jó. Ez kell, annyira... Persze, muszáj volt, hogy jöjjön. Ugye ez az a baj, hogy tök jó, hogy... Tehát nincs az a baj, hogy nem vagyok első. Az a baj, hogyha beérsz, akkor utána ugye ők beérnek előbb, és akkor von le szépen másodpercenként gyakorlatilag a pontszámodban, amit összettél. Kettes kellett volna. Az most jó volt, ez most nagyon jó volt. Most egy kis boost jöhet. Isten, mi ez a hely itt, te? Nagyon jó, nagyon jó. Akadályozzátok már a rendőrök egy kicsit, őket tökre adnám. De ne engem. Na, a csaj is tudja azért, mit csinál. A francba veszik be ezeket a kanyarokat így. És még mindig Dacia az első, mennyivel? Mennyivel? 20 km per órával. Viszont most jövünk az elsők, az nagyon jó, abból le tud majd vonódni. Na most mögötte maradok, figyelj, jó, felgyorsulunk. Jó, nagyon jó. Ez az. Ez az. Áj, bassza meg. De, válts már le, már rég leváltottam. Nem baj, a csaj az első, az is jó. Majd én feltartom a többieket, direkt. Ez a játék erről szól. Jó, nagyon jó. Nekem ne vonódjon le, inkább érjünk be szépen. Jó, megvan, ugye? Jó! You finish first, erről van szó, baby. Mennyi turbo nyílt ki, meg Canon, a Speed Demon cards. Nem igaz, érdekes. Na, rázzuk le a zsarukat. Ja, hogy neki nem kell, konkrétan itt már ott vagyunk, hogy... Oda hogy kell bemenni? Oda hogy kell bemenni? Akkor én elmegyek a másik irányba. Jó, rendben. Nem tudom, hogy kell bemenni, úgyhogy nem is megyünk be. Basszus, jó lassú az a cooldown, haló. Elmegyek itt balra. Nagyon jó.
De így se gyors amúgy, tök para. Na, nagyon, most nagyon lassú ez. Gondolom már, hogy a szint miatt, vagy nem tudom. Na. Erről van szó, baby, ez nem volt szerencsé nagy vasszis, de az fú, basszú, nem volt egy egyszerű verseny, azért kell lesz szenvedni vele bőven. Na, kanyon. Nézzünk egy kanyont, ugye, oda nem jön velem a csaj. Ezt is meg kell még szokni, ugye, még használni itt a drafternek a képességeit, mert basszus, hogy tud akadályozni is egyébként, hiába akar, ugye, hiába arról van szó, hogy ő most nekem segíteni fog. Főleg egy kanyargós útvonalon azért nagyon észnék kell lenni, hogy jó, tök jó, hogy beáll elém, és ki kell használni, csak aztán fékezni is kell, stb. Ja, ezzel a szarházival, jó, és mi az, egy Lambó? Ugye itt nitró sincs, ha jól tudom. Ja, hogy ez egy ilyen? Nem tudom, és tudom, hogy ilyen van külön még. Jó, hát akkor azt lenyomjuk. Engem nem fog megzavarni. Jaj, de jó, ez a Supra. Aha! Hops! Hops! Restart! Hoppá, hoppácska, hoppácska, ott egy kicsit nagyobbat kell fékezni, úgy érzem. Na, nem baj. Hopika. De jó ez a Supra, az, ah, már repülsz is a francba le. Milyen durva, hogy ilyenkor azt buknád az autót. Fú, de ki lennék most. Idegileg. Mennyi nem lenne több epizód ebből a játékból. De hogy nem, már csak azért is lenne, csak. Halló, mekkorát kell itt fékezni? Igen. Kemény csávónak hiszed magad? Gyere ide! De szarul megyek, úristen! De ilyen, ugye ilyenkor is tök vicces, mert teljesen más ilyenkor is az autó irányítás, mint a sima versenyeken. Itt lemaradok! Kérte volna azért a kettest. Ó, de szar! Nyilván közelében nem tudok jutni. Ráfékezett amúgy. Anyádat röhögjél, te mocsok, te hogy nézel ki? Sóhajtozol, már megint sóhajtozom, egyszer már megvertelek! Mit pattogsz itt? De nem elég az a fék, bakker! Keveset fékezek, jó hosszú ez! 79%. Most majdnem elnéztem, basszus. Majdnem repültem a francba le. Francba. Hát nem tudom, hogy ezt hogy fogom megnyerni amúgy. 230 ezer, szerintem ez kevés pont, nagyon. Hát meglátjuk. Ja, most én leszek elől. Remélem le tudom majd rázni. Most, hogy a kocsi a jobb, vagy én nem tudom, de... Mondjuk rengeteg hibát ejtettem. Azt, hogy hozzátenném. Jó. Ó! Oh! Jesus. Ez nagyon trükkös az a kanyar. Azt hinnéd, hogy befér oda, és simán, de nem. Oké. Okay. Eddig jó. Volt. Nyilván itt van rajtam. Jó, mert én is voltam azért rajta sokat szorosan egyébként, szóval ezzel nincs gond, csak... Na. De ez le kell lassítani egyszerűen, pedig muszáj, tehát hogy... ez most nem volt rossz, ez most nem volt rossz. Ez se, egyáltalán nem rossz.
Ne küldözgesd a pofádat! Ja, itt van már Bakker! Ha majdnem előzött volna meg! Haló! Még van 117.000 pontom. Kicsit elvesszük, nagyon jó. Jó, kicsit most lemaradt megint. Kis szarházi. Összkerekes lambójában. Jaj, kezdek szétesni kicsit. Faltól falig megyek, nagyon jó. Jó, az most jó. Jó! Kicsit lassú volt. Jaj, de jön basszus rám. Jó. Ú, nagyon kevés pontom van már csak. És még, nagyon messze van a vége. El fog fogyni a pont. Szerintem nem elég erős az autó, vagy nem tudom. Á, csak tartson ki a pontom. Áj, de faltól falig még az nem segít. 28.000 már csak. De hát ezt le kell fékezni. Gyerünk, 91% meg lesz, mert benne maradunk a pontba. Ez azt 13.000, jó, meg leszünk. Fú, hát azért nem sokon múlt. Há, figyelj, már csak 5.000, nézd már. Ó, fú, jó, megvan. Azt a rohadt életben, ez nem volt egy egyszerű mutatvány. A rohadt életben, szarházi, nagyon jött. 25.000. Lamborghini kinyílt a Murcielago. Oh my fucking god. Nem baj, most már izével megyünk végig. Nem érdekel, most már a Suprával nyomjuk végig, egyértelműen. Nissan Skyline GTR, úristen, milyen autók nyílnak itt a végén! Hát a francba már, nem baj, a Supra, Supránál. Supra mehetettük le a voksunkat, a Supra marad egyértelműen. Na, world map, baby. Főleg ugye, hogy a Forza Horizon 4-ben nincsen Supra, tehát hogy most ki kell élnem magam. Checkpoint, sprint és kanyon, értelemszerűen. Gondolom mindenhol lesz egy kanyon? Most így néz ki? Nem. Jó, hát akkor azt a két checkpointot, ezt a sprintet, meg a checkpointot csináljuk meg, és akkor a kanyont azt... A kanyon az nehéz! Az nagyon nem könnyű, az a helyzet. Bár van egy olyan érzés, hogy ezeket a mini bossokat szerintem le kell győzni mindenképpen, mielőtt még bármit csinálnék, vagy nem vagyok benne biztos. Na, ugye a checkpoint, úgyhogy gyakorlatilag megint ilyen pofázós, ráérős a dolog. És ilyenkor visszatér szépen a izére, a normális autó kezelésre. És már a levágáson keresztül megy a verseny, és az útvonal is. Az ez kemény. Szemetes zsák oda lebaszva, csak úgy sehova. Érdekes az a város. Jó, nem kell. Már gyorsodtam volna rá, de rájöttem, hogy nem kell, mert ez nem az a verseny. Wow. Nem tetszik a szembesávba a versenyzés annyira. Mi ez a zene? Kész a tea, olyan hangja van. Hát én erre a sávra, vagy erre az oldalra jövök át. Oké. Okay. Ilyenkor mindig elfelejtem, hogy van nitrom. Mindegy, gazdálkodjunk vele, az kész, nem kell nyomni. Nem olcsó mulatság az. Újra tölteni folyton a nitro kell. Nitro kell. Jó. Oké. Okay. És más zenék is nyílnak ilyenkor, hogy haladsz tovább, új zenék, mondjuk ez kifejezetten ez ilyen számomra hallgatatlan kategória. Kinek mi, ugye? Nekem ez ilyen... Olyan, mintha CT vizsgálaton lennék, olyan érzést vált ki az agyamból. Ilyen... Nem tudom, fura egy kicsit. De az autó nagyon rendben van, srácok, látjátok, hogy tudunk vele menni. Majdnem teliben falnak. Oké. Okay. Hát ezt ki lehet egyenesíteni itt végig. Yeah! Iszonyatos a tempónk. Yeah! Utolsó checkpoint érkezik. Jó van a taxis. Oh, azt a kurva! A taxis az kicsit elrepült egy másik dimenzióba tulajdonképpen. Jaj, de jó. Oh, se csak ez. Hello. Nagyon jó. Nagyon jó a Supra. Nagyon jó a Supra. Na, mi nyílt ki? Brakes. Jó, srácok, azt gondolom, hogy mivel... bocsánat kérek ezekért a kis...
holt időkért itt a videóban. Azért nem vágom meg egyébként, mert egyszerűen azt mondtad, hogy ne legyen kivágva belőle semmi. Tehát ti szavaztátok meg, nem azért, mert lusta vagyok megvágni. Úgyhogy ezért lesz benne minden, ezért lesznek ezek hosszú részek, hát ez van. Na, viszont mindig fejlesztjük az autót, mert úgy érzem, hogy már szükségünk van rá. Aha, race package egyből, köszönöm. Meg van új fék, abból is berakjuk a race package-et, illetve új turbo, abból is a pro package-et. Nagyon jó. Nagyon jó, nem is új turbo, nem is volt eddig benne turbo, azt hiszem, ha jól látom. Done. És 47 ezer az elmegy rá, de nem baj, bőven jó. World map, baby. És akkor, ugye itt tartottunk, jön egy sprint, vagy a kanyont nyomjam le? Rekord, cash, 25 ezer dollár jár érte. Mi nyílik ki vele? Mitsubishi Lancer Evo, mi? Lancer, hát az már olyan érzés, hogy az autók már ki kellett volna nyílnia, nem? Engine nyílik ki, úgyhogy egyértelműen a izét nyílik. De most nem érdekel az új autó már, tehát hogy nincs rá szükségem. Alapból mondom, hogy olyan szinte nincs a rendőri aktivitás ebben a játékban, hogy nem is kell ugye autókat variálni, hogy most, tehát hogy valamennyi hit volt az autókon, én értem, de most itt nincs az, hogy bountyt kezd összeszedni, ugye már a régi, a Most Wantedben ugye ez volt a lényeg, hogy volt autód, ami nagy volt a bounty, átültél bele, és akkor gyorsabban tudtad azzal szedni, hogy nem kellett úgy odáig felpörgetni másik autódat is. Nyilván a legutolsó sorból. Ez izé? Ja, sprint, ugye nem speed trap, jó? Majd ha lesz egy engine swap is a kocsival. Az lesz majd a kemény még. Na hát egyre elég szarú kezdjük ezt a versenyt. Atya úr, isten srácok. Wow! Igen. Nem baj. Le volt zárva a levágás, azt néztem. Az első elbaszott valamit nagyon durván. Azt a rottél, mit műveltük azokat. Oké, okay. Hogy vagyunk? Így. Jó, mégse kérem. Ó, Isten, mi van itt, srácok? 54%. Nyilván most is akarom én is az orromat. Ó, Isten, srácok, mi van itt? Fú, de idegesítő amúgy ez, hogy így rá, ilyen mágneses mezővel rá vonzódik. Azt a rotél, hogy kilőtt ez a izé. Annyira fizikátlan ez a izé. Ez a slipstreaming ilyenkor, valami elképesztő. Nem fogom utolérni őket, 77%. Már az már elúszott. Na ez tényleg, ez nehéz már itt, mert így kifejezetten nehéznek számít, ja. Gondolkozok azon, hogy ezt a choice-it lehet, hogy hagyom a francba, mert nem tetszik, hogy ez nem jó ez a... Jó, újra kezdjük, teljesen fölösleges, nem safe house, restart. Teljesen fölösleges tovább nyomni. Úristen, micsoda dodge-em itt össze-vissza, mindenki csapkodik mindenhova. Na most meg lesz. Az elején agresszívnak kell lenni, nem szórakozunk. Jóval, ne izguljál. Itt nem kell sporolni a nitróval, az a helyzet. Jézusom! Ott le kellett volna vágni. Megint faltól falig megyünk, ez nem jó. Jó. Istenem! Ilyenkor úgy sem érem utol. Az előbb azt tök jó elkerültük azt ott. Ez a váltás ebben a játékban azért. Oké. Okay. Na, az jó volt. Na jó, most megpróbálunk figyelni arra a szarra. Hú, ez mekkora levágás.
Itt kell vigyázni. Jobb szélen maradni, jó? Nagyon jó. Bocs, hogy kicsit el... Aha! Megérkezett. Gyönyörű. Na, megjött a csaj nekem adni izét. Ez mi volt az előbb? Rendesen zavar, hogy előttem áll, és akkor nem tudom, engem megzavar az, hogy jön, és akkor 72%. De jön egy autószem. Aj, elváltottam, bassza meg. Nem tudom utolérni. Ha akarom, se fogom tudni. Ó, le kellett volna vágni. Nem érem utol. Nem érem utol, basszus! Hát ott vagyok már! Ah! Oh, Istenem! Oh! Elképesztő! Elképesztő, baszki! Tehát egyszer csak így megjelenti a semmiből, érted? Gyönyörű rajt. Jézus Isten, mi ez itt? Hú, ez jó volt. Igen, ezt itt ismerjük. Most meg lesz, rohadjon meg az összes. Jobb szélen, jobb szélen, jobb. Igazából nincs szükségem rá, csak nyugodtan gyere ide az első helyre. Biztosítjuk be. Jó, gyönyörű. Biztosítjuk be, azt így lelököm az ívról a csajt. Jó. Nincsen semmi gond. 72% és egész... Jó. Jó van, de jó vagy. Persze, zavarj be! Leszakadok, baby! Ott van! Hú! Nem volt egyszerű, akkor itt jönnek a heres-zavaros részek, azt gondolom, erre gondoltatok ti is. Az is a miénk, Fat Boys Baby. Srácok, én azt gondoltam, hogy ezt a egész utolsó részt két videóra bontom szét, nem azért, hogy nekem ez milyen fantasztikus lesz, hogy akkor több tort content vagy valami, hanem egyszerűen azért, mert nagyon hosszú lesz a videó, hogyha még ezt a maradékos megcsinálom. Úgyhogy a következő rész szerintem az utolsó lesz, aztán meglátjuk. Remélem, hogy élveztétek, jöhet az outro. Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.